Nagyban segíti a mentőszolgálat munkáját az a közel 150 ezer forint értékű adomány, amely az önkormányzat és az egészségügyi központ segítségével került átadásra január 27-én. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg kérem, hogy mondandómat köszönet nyilvánítással kezdjem, azonban szeretném nem csak a magam és munkatársaim nevében megköszönni, hanem a betegek és a leendő sérültek, amit hozzátartozói nevében is köszönetet mondani. Ez azért, hogy ilyen modern mentéstechnikai eszközökkel vehetjük fel a harcot a betegségekkel szemben. Véleményem szerint mentőellátás során a legnagyobb ellenségünk az idő. Márpedig ezekkel a mentéstechnikai eszközökkel a létező leggyorsabban tudjuk elvégezni mind a diagnosztikai, mind az életmentő beavatkozásokat is. Az orvostudomány valamennyi ágazata közül valószínűleg nincs még egy olyan, amelyik annyira dinamikusan fejlődne, vagy olyan gyors szemléletváltáskon esne át, mint a sürgősségi orvostan, az oxiológia. Szinte nem túlzás azt állítani, hogy havonta újabb és újabb tanulmányok születnek, újabb ajánlásokat adnak ki. Hozzáértők elég, hogy csak a reanimációs, vagy esetleg a súlyos sérült ellátási protokollokra gondolnak. Márpedig ezek szükséges belejárója az, hogy az eszközök fejlesztésében esekenek át, újabb funkciókkal bővüljenek, vagy pedig teljesen kicserélésre szoruljanak az újabb eszközök által. Ez pedig nem ritkán, nem kevés anyagberuházással jár. Ezért is szeretnék köszönetet mondani mind a polgármester úrnak, mind az önkormányzatnak, valamint az alapítványnak és az egészségügyi központnak is. Az átjárató légutak biztosítására ezt a kézi működtetésű vállalószínót igényeltük, amely könnyű, kis helyen elfér, többször használható, könnyen feltöltenítható, valóban a legfontosabb életmentő beavatkozások egyikének számít. A B és a C. Ezek az angol légzés és keringés szavakból erednek. A kettő együttes vizsgálatára szolgál már felnőtteknél is rutinszerűen használt pulzoximéter, amelyet ezzel a gyermek szenzorral kiegészítve a kisebb méretű csecsemők és gyermekek számára is tudjuk használni. Ugyancsak a keringéshez tartozik a mentőben rendszeresítésre került fali vérnyomásmérő manzsetta, amelyik ugyan normál méretű, azonban sikerült szerezni kettő darab, akkor eltérő méretű egy kisebb gyermekek számára és egy nagyobb extra méretű felnőttek számára szolgáló manzsettát is. Kicsivel nagyobb kategóriaugrást követően rátérnék a leglátványosabb részére a mentés technikának, az pedig a rögzítő eszközök. A nyaki kerint szakasz nem kívánt elmozdulása ellen ez a lapáthordányhoz használható fejrögzítő szolgál. Az egyik legmodernebb mentés technikai eszközünk most, ami itt átadásra került, ez az X-collar, amely az eddig használt nyaki gerincrögzítések helyett került rendszeresítésre, remélhetőleg nem sokára az országos mentőszolgálat valamennyi mentőállomásán, sokkal pontosabb és sokkal jobb rögzítést lesz lehetővé, mint amiket eddig használtunk. Az alsó gerincszakasz sérülésére az eddig is használt gerincforgálóval rögzítő hevederek mellé ezeket is beszereztük, ezekkel még pontosabb, még tökéletesebb rögzítést teszünk lehetővé. Egyéb alsó végtagi törések esetén pedig a látomatrixokat használjuk. A felszerelések között szerepelnek olyan eszközök, különböző merevítők, gerinc, fej, illetve nyak merevítők, valamint különböző méretű vérnyomásmérő manzsetták és pulzoximéterek, amelyek a véroxigén szintjének mérésére szolgálnak.